szabad országban szeretnénk élni. És ennek elég nagy garanciája az, hogy a civil szervezeteknek ne lehetetlenítsék el a működését. Törvénymódosítás, ez megbélyegzi a civil szervezeteket, és úgy állítja be őket, mintha hátrányos lenne a tevékenységük az ország számára, holott épp ellenkezőleg. Szerinted mi baja van Orbán Viktornak a civilekkel? Szerintem a civilek felhívják a figyelmet az ország problémáira, és Orbán Viktor ezt nem szeretné. Mi lesz a következő? Engem ez érdekelne, hogyha ezt így nem állítjuk meg a kormány mostani tevékenységét, akkor bármelyikük, én, ő vagy akárki sorra kerülhetsz, még te is. Fontos, hogy minél többen kijöjjenek, hogy lássák, hogy sokan vagyunk és nem félünk. Azt javasolják neki, hogy menjen Oroszországba? Hát valakinek az érdekeit bizonyal szolgálja az, hogy az oroszokhoz hasonlóan megtüntetni vagy megkülönböztetni várjuk a civil szervezeteket, hogy eltávolítani kívánjuk. Szerintem ez már nem csak a civil szervezetekről szól, ez már nem csak arról szól, hogy bezáratják-e a CEU-t vagy nem, ez már arról szól, hogy az embereknek elege van Orbán Viktorból, az Orbán Viktor rendszeréből. Európa! Európa! Europa! Europa!